Hello, hello everybody, sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit, itt vagyunk egy újabb csodálatos napon, vagy aki esetleg reggel nézi mi a videót, annak egy csodálatos reggelen, vagy aki délután, annak csodálatos délután, aki este, annak meg csodálatos estén. Az én nevem Dani, hogyha esetleg valaki nem ismerne, és az én csatornám a PGT Dani csatorna, és a Dani Game csatorna is. Látjátok, próbáltam egy új köszönést behozni, remélem, hogy tetszett. Nos, srácok! Időjük is neki, ebben a videóban nem más lesz, mint Freddy-t fogjuk lehetőleg megkeresni, legalábbis próbáljuk. Láttam nektek, itt van valami cucc, meg mi ez? Mi ez? Na várjatok, ezt ki lehet ütni? Vagy nem tudom, hogy ez mi. Jó, én kiütögetem itt a havat, mert ez valami, aha, na várjatok, tudom, hogy ez mi. Ez egy ilyen fa, ez egy fordított fa, srácok, amúgy vágom ez egy nyíl, és igen, arra is folytatódik ott valami, na várjatok. Ott van egy víz! Oh, jó, oké, épp hogy megvan, na, királyság! Akkor ugye erre kéne jönni, na szóval, ugye Freddy-t fogjuk megkeresni, ugyanis, ja igen, amúgy gyors, vágok valami kis fát vagy valamit. Szóval Freddy-t megkeresik a Minecraft-ban, mert láttam, hogy nagyon sokatoknak tetszik, és nagyon sokan szeretek Freddy-t. Na, rengeteg olyan komment jön, hogy én szeretem Freddy-t, blablabla, stb. Meg hogy a kedvenc karakteretek, meg ilyesmi. Szóval arra gondoltam, hogy akkor megkeresem a kedvetekért, ez egy ilyen külön kiadás féleség, vagyis hát, hogyha nevezhetjük annak, de amúgy is általában mindenkit meg szoktam keresni. Szóval, ja! Akkor úgy gondoltam, hogy akkor ez egy ilyen társulási opció is, ugyanis én szeretek megkeresni lényeket, ti pedig szeretitek Freddy-t, ezért társulunk, hogy én megkeresem, ti pedig szeretitek. Ez ennyire egyszerű. Szóval, gyors, szedünk nem sok követ, szóval 6 darab elég is lesz nekünk, gyors, visszafutunk a crafting table-höz, ami ott is van. Nagyszerű, és csinálok még egy kis botot. Így is van, és csinálok egy kőkardot, és ó, amúgy kaptam egy tojást egy tyukicától, közi szépen. Jó, oké, meg is vagyunk. Így né, szépen elrendezzük a dolgokat. Kedves tyúk, nem kell a tojásod, parancsolj. Nos, nem tudom, hogy merre kéne menni, gyors, visszamászok a fára, mert azt mondom, hogy itt még volt valami piros gyapus jelzés, de nem vagyok benne biztos, na, merre van? Az ott, igen, ott volt egy piros gyapu, na. Kíváncsi leszek arra, hogy esetleg ez jeleze, vagy ez alatt van-e valami. Nincs semmi, értem, királyság. Na jó, most vagyok egy kis zavar, mert tényleg fogalmam sincs, hogy merre kéne egyáltalán mennem. Hát tovább megyek így ebbe az irányba, mert igazából erre fele mutatott a nyíl. Aha. És itt van valami X. Na várjatok, ez az X alatt esetleg van valami? Nincs, oké. Legalábbis gondolom, hogy nincsen. Nem tudom, ezt így visszarakom ide, mert én nem akarok balhét. Nagyon király, és akkor itt volt egy gyapjú, így is van, oké. Akkor menjünk is be. Remélem, hogy készen álltok. És arra fele van világítás, erre viszont nincs. Szóval gondolom, hogy lefele kell menni. És hát srácok, mielőtt bemennénk, megkérnék titeket, hogy dobjatok egy lájkot erre a videóra, hogyha tetszik idáig. Vagy esetleg mi van? Ellettem, ott egy tábla. Na várjátok, ott van valami tábla elsősorban. Tudom, ki vagy, és tudom, miért jössz. Értem, nagyszerű, üst ki. Jó, rendben van, hát ezt kiütöm akkor. Ó, chest. Ó, kis! Na ne! Itt van kis! Na, királyság! Vér. Oké, királyság. Szia, kis! Hello! Oké, szia, kis! Jaj, de rég láttalak. Gyere szépen velem! Amúgy hol volt az a bánya? Na, várjatok! Ja! Hogy az a redstone is egy nyíl akart lenni! Értem! Ja, ezt alapból itt volt, ahol... Ezt amúgy észrevehettem volna, már nem azért. Na, várjatok, hol? Izéltem. Arrafele kellett volna menni. Jó. Meg itt van egy X is. Ezek ide... Ja! Értem, szóval hogy itt lett volna a jel, hogy arra kell menni. Na mindegy. Jó, hát akkor én elmegyek vissza, gondolom, abba az irányba, ahol az előbb voltam. Aha, itt vezetett a redstone. Gondolom, hogy ezt kellett volna követnem, akkor az lett. Aha. Na várjatok, mi van? Nem erre voltam? Kezdek eltévedni. Na jó, ez kezd elmenni abba, hogy nem tudom, hogy hol vagyok. Te jó, hogy az erdőkben ilyen könnyedén el lehet tévedni, halljátok. Jobbra mentem? Balra mentem szerintem, jó. Nem fogok eltévedni, srácok, mert... Jó, köszönöm szépen, kedves égi halandó, vagy nem tudom, ki vagy te. Na, nos, srácok, akkor menjünk is le. Ezt a vért itt hagyjuk, mert fúj. És nézzük meg, hogy akkor itt mit fogunk találni, és akkor már kis is a segítségünkre lesz. Szia, kis, hello. Na, já, kapsz izét, kapsz kaját, hami. Na, nézzünk is akkor tovább, hogy... kis, te hallottam, milyen fürge vagy, milyen különleges képességed vannak. Hát, követem a fákják. Virág, kösz. Ez epic volt. Na, kis, kapsz egy virágot tőlem, tessék, ez egy jutalom. Nos, menjünk akkor tovább, és itt vége van? Nem, le kell, úristen. Kis,
ne halj meg! Jó, Léci mondta, hogy nem ugrasz le és nem fogsz meghalni. Léci. Oh, oké. Te megijedtem, úristen te! Utálom az ilyen szörnyeket, akik ezzel szoktak játszadozni, hogy ide raknak úgy, ahogy van egy ilyen leugrós, leesős cuccot, az bele se gondolnak, hogy valaki beleesik, vagy direkt ez a céljuk, ki tudja? Na várjatok. Jó, oké. Még erre fel akkor szépen így elmegyek, és ott valami bedrock van. Hát engem nem fogsz itt izélni. Nem fogsz itt engem így átverni, tudom, hogy itt fog folytatódni. Így is van, hát ez olyan védelem volt, hallott, hogy ó, ki ez? Szolgáló. Ki is? Hallod? Itt van egy szolgáló, aki úgy néz ki, mint te. Hallod? Ez mi ez? Könyvéstól meg egy kar. Titkos lakosztály, aha. Oké, segíts, kérlek, segíts. Nem akarom, hogy többet bántson. Menj innen! Menj innen! Menjél! Gyerünk! Nem bírom elvinni! Menjél! Menjél már! Nem akarom, hogy bántson téged ez a nem tudom ki, aki itt van! Gyerünk! Gyors! Hogy bírlak téged? Nem menjél, ti nem akarsz. Itt van valami csontváz koponya. Ezt ide rakom, lehet megijedsz tőle. Fuss! Fuss! Gyerünk! Amúgy mit az ikrek, srácok? Hát tényleg. Jó, oké. Akkor beszélek ezzel a szolgálóval, hogy engedjen ki. Gondolom, hogy itt lesz a titkos lakosztályon. Tényleg Freddy-t kerestük meg, el is felejtettem. Jó, szerintem visszamegyek. Hello! Szia! Nem már! Bujok, hello! Jaj, ne, kis! Kis, gyere onnan! Kis! Jó, most már kiállok melletted. Hello! Szia! Ne! Mit ütögeted? Menj innen! Nem! De... Most ez komoly? Hallod? Miért? Te! Freddy! Nem már! Te... Kis, várjál már! Kis! Gyere! Gyere! Gyere már! Gyere már! Jó, oké, maradj itt, hogyha a gazdid nem jön vissza, akkor majd menjél, oké? Köszi! Várjál már! Várjál! Hadd ültessek le! Jó, hogyha nem jönnék vissza, menekülj, kösz! Mi ez? Ez... Mi az? Rád is ez a sors vár, ha... És a kutyádra is! Elfuthatsz, de el nem bújhatsz. Értem. Na! Freddy, köszönöm szépen. Ó, várjál, hallod? Ne! Easy! Ezt hogy csináltad? Ja? Hallod? Add már ide azt a kulcsot! Add már ide! Kapsz érte egy... Az nagyon erős az a kard! Azzal... Ne ütöges! Ó, várjál! Ó, kösz! De jó, kösz, hogy megmutattad. Jó van, oké. Hello. Ujj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 
te, mindegy, hagyjuk. Na várjatok, srácok, ezt el kéne rendezni a dolgokat, hogy mégis csak így OP-bak legyünk. Jó, oké. Na, kedves Freddy, egy, bántod a kutyákat, amit nagyon elítélek, és tényleg szerintem így mostantól így megfogadhatom, hogy addig nem megyek el, amíg nem vagy halott. Szóval, bántod a kutyákat, bántani akarsz engem, bántani akarod a kedvenc kutyámat, és még rondán is mosolyogsz. Szóval, mégis mit szeretnél még? Mi ez? Na figyelj, az előző videódba megöltél, az a gonosz szolgálom elárult, ezért öltem meg. Aha, értem. Nos, akkor Freddy, elsősorban, hagyd abba a kutyáknak a bántását, és mi az, hogy nem? Ez az első izé, amit kérek tőled, különben véged, oké? Kezdjük úgy, oké? Tehát mostantól nem én vagyok az, akit itt te fenyegetsz, hanem én vagyok az, akit téged fenyeget, érted? Na. Szóval, első izé, lépés, hagyd békén a kutyákat. Minket hagyj elmenni, és talán életbe hagylak. Na, mit szólsz? Vagy a nézők majd szavazzak a sorsodról, hogy mi legyen, meg ilyenek, de nem tudom, srácok, hogy ott töltöm meg szegény kis kutyát. Nagyon szomorú. Akkor hagyom abba, hogyha fizetsz és meghajolsz előttem a mester előtt. Értem? Jó, rendben, hát ezt én bevállalom. Na, hogyha meghajolok, onnantól kezdve abba hagyod a kutyák bántását? Igen? Oké, tessék. Ojaj, nagy Freddy, úristen, bla bla bla, bla bla bla. Tessék, elég lesz? hogy örül neki? Na, örüljé! Na, a bajod? Igen? Remélem, hogy nem vert át, mert akkor most várjatok. Van egy jó ötletem, mi lenne, ha... Hú, mondjuk ezt majd később, várjál. Most pedig fizess, mivel fizessek? Mit kérsz? Mondjad, fizetek én, mondjuk nincs nagyon sok cucc, de... Mondjuk, nézd,
kapsz egy ilyen szuper divat ruhatartót, látod? Nézd milyen divatos, látod? Az előbb loptam tőle, tök szép. Látod? Ide fér rá a setted, a mit tudom én mit, blablabla bla, bla. Amivel tudsz, látod? Ez megfelel? Ennek az eszmei értéke nem haladja meg kis IQ-szi. Te gondolsz, ja, mondjuk ezzel arra haladsz, hogy értem, kisnek nagyobb az IQ szintje. Itt van egy tökéletes lasszó, amivel el tudod kapni a gonosz szörnyeket. Itt van egy könyv, amit maga Freddy írt alá, ami te vagy. Itt van egy csodálatos új főzőállvány, amiből már neked van kettő. Van három bot. Van egy kőkard. Van egy kis csont. Te úgyis kutya vagy. Haha, nem amúgy te maci vagy. Ugye? Ja, te egy maci vagy. Na ide figyelj! Kezdek rád mérges lenni, szóval ne trükközzél, hanem fizess értékkel. Mivel? Nincs nálam... Értem. Freddy. Ide figyelj. Mit kérsz? Mondjad, hogy mit kérsz, mert nem tudok addig fizetni. Ja, Istenem. Nagyszerű. Hello. Nézd, gyere ide. Na, Istenem, most megint írogat. Mindig ez az írás, hallod? Kezdek tőled kikészülni, de tényleg. Inkább tudod mit? Maradj itt. Szia. Hello. Na, innen gyere ki. Add oda a szetted, és... Ezt előbb loptam el tőled. Most adjam vissza azt, amit elloptam, mert ez nem úgy megy. Ez nem így szokott történni, kedves Freddy. Megállapodtunk. Istenem. Aj. Esze. Esze. Nesze, ott a szettem, de kardomat nem kapod. Ennyi. Ennyi, amit kapsz, többet nem. Az OP almát is. Tessék. Ennyi volt. Esküszöm, ez az utolsó. Mondom, ne nézzél így rám. Mondom. Na, Freddy, megállapodtunk. Ennyi a izé. Még. Jaj, Istenem, te. Hóhér. Istenem. Soha nem elég semmi. Ennyit kapsz, többet nem kapsz. Ennyi, vége. Meg amúgy, nem azért mondom, de meg kéne, hogy öllek az erőt is. Istenem, halljátok, srácok, megörülök ettől a Freddytől. Nesze! Vége! Hagy békén! A kutyákról mondj le, és a gonoszságról is! Ennyit kérek, és akkor végeztünk. Aj, de ezt a mérget meg végre lejöhetne róla, mert már irritál. Köszönöm szépen, rendben leszek. Na, de jó, most behódoltam egy ilyen gonosznak, aki megölt előbb azt a kiskutyát. Többé gonosz, és mi az? Többé gonosz, és megváltozok, nem bántom a kutyákat. Értem. Több, mi az? Nem leszek többé gonosz, és megváltozom, és nem bántom a kutyákat. Jó, rendben van, ajánlom, vagy visszajövök, és véged lesz. Na, Freddy! Akkor én lépek. Hogyha megváltozol, vagy bármi, és hazudtál, ide jövök a nézőkkel, és megverünk. Srácok, ti meg írjátok, hogy szerintek jól döntöttem-e. Ja, meg majd elköltözök veled. Ja, olyat az én ne. Na. Freddy, nagyon örültem a találkozásnak. Szia. Hello. Várjál, osztott kiültem. Nem kell így több írás. Szia. Jó van, srácok. Szia, kis. Gyere, várjál. Menjünk innen inkább el. Mondjuk nagyon magasról jöttünk, szóval úristen, de nagyon nehéz lesz innen kijutni. Hát srácok, én ezzel már nem foglak titeket untatni, hogy hogy fogok ebből a bányából kijutni. Szóval itt én elköszönök. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt tartotok velem ebben a videó. Úristen, te hallod, mérázz velém. Na, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt tartotok velem ebben a videóban. Hogyha tetszett, csapostok egy lájkot és iratkoztok fel a csatornámra. És hogyha még szeretnétek hasonló videókat, akkor ugye át nyomd meg a csengőt, és ilyen komment szekcióba írjátok le. Szóval srácok, én Dani voltam, és még egyszer nagyon szépen köszönöm a figyelmet. És ja, nagyon érdekes ez így az elköszönés, na mindegy. Szóval, sziasztok, és jó nyarat meg mindent!